Már az időjárás is kedvez a mezőgazdasági munkáknak, így a szántóföldi talaj előkészítési munkálataival egy időben elkezdődött a fólia sátrakban is a növénytermesztés és a palánta nevelés. Összesen 117 fővel indult el márciustól immár negyedik éve a Start munkaprogram a városban, melynek keretében a közfoglalkoztatottak tovább folytatják a korábban elkezdett növénytermesztést, illetve az állattartást is. Jelenleg a földön, ezen a héten, ugye tudtunk rámenni a földre, mert előtte műtrágyáztunk, talajfertőtlenítést csináltunk, és akkor ugye 15 napig nem lehet, hogy a csirázásról ne legyen probléma magoknak, és elkezdtük, 0,3 hektár borsót eltettünk azonnal, mert az 0,6 lesz, és meg akarunk bontani, hogy ne egyszerre legyen az a rohammunka. Eltettük a sárgarépát petrezselyem 0,15%-on, 0,6 hektár vöröshagymát tettünk el, 0,3 hektár fokhagymát tettünk el, amit már befejeztük a munkát, 1 hektár krumplit eltettük, ma fejezik be, most itt is kim vannak a dolgozók, és ez a közben pedig a fólia sátor felújítását is, vagy a jogkarbantartását is csinálják az emberek. Ugye az emberek elosztása most úgy volt, hogy 12-en vannak a baromfi ágazatban, 14-en a fólia sátorban, a karbantartását a fóliának 18 ember készítik, 117-en vagyunk a programban, ez ami 114, aki jelen is van mindig, a többi benti irodai munkát csinál 3 emberünk, és ezek pedig a többi a földön van. A szántóföldi munkálatok mellett az előcsíráztatott magokat is ültetik a program dolgozói a fólia sátorban. Az egyik sátorban jelenleg paprika, paradicsom, palánta található, a másikban saláta, retek és szárzeller termesztése folyik. Emellett még uborka, paradicsom és egyéb palánták nevelése is zajlik a közkévtelep helyen. A paradicsom, paprika és az uborka, az még az uborka csirázás előtt, de ami már kikelt növényünk, tehát megindult növényünk, 17 ezer. Ez van lugas paradicsomunk, ami itt a fóliába két ágyásban lesz. Ide 850 fér, 5000-nél tartunk a lugas paradicsomban, többi kimegy a szántóföldre. Van paprikánk, kaliforniai paprikát akarunk ide, mert jobban mutat, mert mint a kint tavaly volt problémánk vele, hogy az időjárás jobban hatása, tehát több problémát okoz. Ide az 800 kaliforniai lett a másik két ágyásban, és összesen kint akkor lesz 2500 paradicsomunk, lesz 7200 paprikánk, 750 fűszerpaprikánk lesz, ez új növény, amit a programban, és ugye nagyon nagy sikere volt a paradicsomunknak, és egy sorral több, tehát 6 sor paradicsomunk is lesz. A fűszerpaprika, amit mondottam, hogy azt csináljuk újban, és sok retek nem volt tavaly, saláta nem volt tavaly, százellel nem volt tavaly, ezek az új növényeink. A céklát is nagyon megszerették Ladányban, a gyerekek is nagyon ették, tavaly rekordtermésünk volt, ugyanannyi területen duplája volt, 85 pázsa, mint akármikor. Az előttünk álló hónapban a feladatunk, úgyhogy ugyanúgy tovább vetjük a borsót, fogjuk venni, utána jön a többi növény eltevése, és ugye a jövő hónap végén már visszük ki fel a palántákat. Az nem egyszerű dolog, ugye a palánták alá csepegtető öntözés lesz, a szépen össze kell állítani, felállítani a bódét, megyünk kifele, tehát akkor, mikor már szorulunk kifele, akkor már mindenki kint lesz. A tavalyi évben volt a Start mezőgazdasági mintaprogram új eleme a zöldségfeldolgozás, savanyítás, illetve a száraz tészta készítés. Ez az elem az idei évben külön programként folytatódik, ahol jelenleg különböző száraz tésztaféléket készítenek az itt dolgozó közfoglalkoztatottak. 2015. március 3-ával tudtuk elindítani a programot újra. Immáron a Start munka közfoglalkoztatási rendszer kisebb változásai nyomán az úgynevezett helyi sajátosságok program részeként folytatódhatott ismét 20 fővel a tésztakészítési program és azonos hely színen azonos feladatokkal. A téli időszakban decembertől kezdve folyamatosan, amikor elfogyott az összes még tavalyi zöldségünk, csupán a tésztagyártással tudtak foglalkozni a hölgyek. A tojótelepen a napi 180-200 tojás, a tésztatermeléshez folyamatosan megfelelő mennyiségű tojást szolgáltat. Ezt itt a telephelyen naponta átszállításra kerül. Itt a hölgyek ezt előkészítik, a rendelkezésre álló, még az előző programba beszerzett lisztből elkészítik és leszárítják a
aznapra rendelt tésztamennyiséget, a kézzel készíthető tésztafélességek szinte teljes skáláját tudjuk készíteni, célnametéltet, lebbencseket, szélesmetérteket, kiskockát tudnék így említeni hirtelen. Ezek a konyhák szakácsaival, konyhafőnökeivel való egyeztetés nyomán készülnek, ők mondják meg, hogy még tésztaféleségből mekkora mennyiségre lesz nekik szükségük, és próbálunk ehhez illeszkedően megfelelő mennyiségű tésztát elkészíteni. A száraz tészta készítés tehát folyamatos egész évben, hiszen a Start mintaprogram tojó állománya minden nap szállít friss tojást a kisüzembe. Emellett pedig a megtermelt zöldségek is itt lesznek majd savanyítva. Idén is tervezzük a tojóállomány megújítását, de emellett a tavalyi évi tyúkoknak a kivágását csak az új tojóállomány beállását követően tervezzük, így a tojástermelés folyamatos lesz, emellett így az év folyamán folyamatosan tudunk száraz tésztát is előállítani. A nyári időszakban, amikor ugye a konyhákon leállás van, valamennyivel csökken a tészta szükséglet is, de a mezőgazdasági programban terveink szerint júniusban, júliusban fognak elkezdődni azok a zöldségek érni, amelyek már ide ismételten bekerülhetnek. Előző évben nagyobb mennyiséget tudtunk uborkából, káposztából, céklából savanyítani, elkészíteni, befőzni, különböző itt rendelkezésre álló konyhatechnológiai eszközökkel, szerencsére elég jó minőségben. Terveink szerint, hogyha júniusban, mint említettem, az első zöldségfélék elkezdenek érni, borsó, majd bab, később az paprika, paradicsom, uborka, míg az őszi időszakban a cékla, káposzta, és ezekből csalamádék készítésével is megpróbálkozunk. Március 2-án startolt tehát a mintaprogram, ami a régi elemek mellett újakkal is bővült, tudtuk meg Márkus Gábor alpolgármestertől. A régi programban már zajlanak a munkálatok, az új elemeknek pedig az előkészítése folyik. 200 fő körülbelül, 200 fő, vagy több mint 200 fő kezdte meg a munkát március 3-ától. Több területen tervezőgazdasági program a betonelemgyártás. Belépett a belvíz elvezetés, száraz tészta készítés van, és akkor új elemként jelentkezik a jutartás, aztán varónők vannak, vagy varó szak, vagy varó részleg, jobban mondva, meg asztalosok. Tehát ezeket vettük be új programként, és hát a folyamat elindult. Tehát ugye a mezőgazdasági programban azt lehet mondani, ez most minden nagy képviség nélkül, hogy abban már rutin van, tehát maga a klasszikus növénytermesztésben, tehát ott folynak a munkálatok, a fóliasátorban már a palánt előkészítés folyik, kinn a földeken krumpli, hagyma, fokhagyma, zöldségfélék már elvetésre kerültek, most folytatják a többit, amit ilyenkor kell és lehet vetni. Tehát azért mondom, a mezőgazdaságban ezen a klasszikus növénytermesztésben ott nincs különösebb fennakadás, a többiben sincs. Többinél még vannak előkészületek. Új elem az asztalos és a varró műhely kialakítása. Mindkét programban 5 fő kap munkalehetőséget, és jelenleg a munkafolyamatok előkészítése, illetve a helyiségek karbantartása folyik. Az asztalos csapatot, akik fognak dolgozni 5 fővel, azoknak a hely kialakítása a közképtelepen lesz egyébként, tehát ahol mostan a közmunkaprogramnak úgymond a központja van, ott lesz az asztalos műhely is, annak a kialakítása, a gépek beszerzése folyik, tehát tulajdonképpen most van az az előkészítő folyamat, amikor majd bele lehet állni munkába. Közben tervezgetések folynak, hogy mit kellene, mi lenne célszerű, amit gyártanának az asztalosok. Hát nyilván ez sok mindentől függ, anyag beszerzéstől kezdve az elképzelések milyen módon valósíthatók meg. Ennek ugye vannak már mintapéldái más településen, hogy mit csinálnak az asztalosok. Hát majd mi is tudunk már most, mert azért még nem akarok előre több mindent elmondani, de nyilván folytak egyeztetések ez ügyben. A varósoknál szintén, az pedig a Rákóczi utcán lesz a műhelyük. Ott is előkészítés, gépbeszerzés folyamatban, illetve a gépek már érkeztek is, ha jól tudom, most napokban. Úgyhogy ezek folynak, ott is megvannak a tervek, hogy mit fognak csinálni a varónők.
Hát klasszikus varázs, nyilván akár zászlót lehetne varni, egyéb dolgokat, ebbe is tervezgetés van, egyeztetés, nyilván azért vannak olyan konkrét elképzelések, de mondom, ezt sem akarom most még előre mondani, hiszen azért az sok mindentől függ, hogy azt a bizonyos dolgot be tudjuk-e indítani a varósoknál. Ahol most a Vörös Kereszt van, annak a hátsó részébe van ott olyan hely, amibe a varósok elférhetnek, tehát ott a körülmények is úgy lehet felépíteni, hogy ott nyugodtan tudnak dolgozni, a helység is elég, tehát meg hát nyilván arra is kell számolni, tehát úgy kellett keresni a helyet, hogy a anyagot lehessen tárolni, akkor nyilván szövetanyagoknak a kiterítése, legyen lehetőség a szabásra, meg tehát egyéb ilyen dolgok. Ott öt fő lesz a varósoknál szintén. Az állattenyésztés keretében tovább folytatódik a baromfi tartás, amihez az idei évben is új állomány érkezik, emellett juhtartással is bővül a program. Közel 30 juh fog hamarosan érkezni a közkép telephelyre, aminek a húsa a különböző rendezvények, illetve testvérvárosi találkozók étkeztetésénél szolgálhat alapanyagként. A juhtenyésztés is úgymond újként lép be ebbe a dologba. Ott is sikerült szakembert szerezni, hiszen azért ennek is kell lenni egy szakemberének, tehát aki a juhászathoz ért, a juhokhoz ért, hiszen ez nem, tehát most bármennyire is valaki azt gondolja, hogy ez csak úgy van, hogy terelgetjük, hát nyilván annak szakemberének kell lenni. Orvosi, állatorvosi felügyelet az amúgy is ugye folyamatos nálunk, hiszen a tyúk tartásnál ezt megköveteli a tojás tenyésztésnél, megköveteli, hogy a orvosi felügyelet legyen állandóan, és ki vannak jelölve már azok a területek, ahol a juhok nyáron legelnek, akkor a téli szállás. Tehát azok az előkészületek már ott is lezajlottak, amibe, hogyha majd megérkeznek, most nem tudom, majd a közeljövőbe fognak megérkezni, vagy érkezik meg az állomány, hogy akkor már olyan hely legyen, amivel tudunk kezdeni. Legalább olyan 30 juhval kezdjük, aztán majd látjuk, hogy ez hogyan bővül, de így tudom, hogy ilyen megrendelést adtunk le arra a helyre, ahonnan majd be fogjuk szerezni. Én azt gondolom, hogy most ez a jó állomány, ez nem kimondottan a közkonyhára lesz felhasználva, tehát az étkezés a iskolákba, óvodába, hiszen ez a húsmennyiség egyébként nem is lenne alkalmas arra, tehát ez azért nem így működik. Viszont a városi rendezvények alkalmával, amikor vendégeink érkeznek testvérvárosból, környező településről, fellépők vannak itt, azoknak a vendéglátásában a alapanyagot nyilván tudjuk szolgáltatni. Alpolgármester úr úgy véli, évek óta sikeresen működik városunkban a Start mintaprogram valamennyi eleme, ahol az idei évben is több mint 200 fő püspökladányi dolgozik, így a munkalehetőség és a megélhetés ténye mellett javul a település összképe rendezettsége, a lakókörnyezet szebbé és tisztábbá válik. Nagyon nagy jelentősége van, hiszen egyrészt azt tudja pontosan, aki munkanélküliként regisztrálva volt, és bekerült egy ilyen közfoglalkoztatásba. Mert ugye egyrészt a foglalkoztatás helyettesítő támogatást, amit kap, az egy 22.800 forintos összeg, ennek minimum a dupláját kapja, aki a közfoglalkoztatásban van. Azért mondom, hogy minimum a dupláját, hiszen vannak olyan közfoglalkoztatás, amelyik szakképzettséget igényel, ott magasabb a bér valamennyivel, vagy jóval, azt mondhatnám. Tehát itt a munkanélküliségnek a csökkentése a cél, és egyébként úgy látom, tehát most ez lehet bárki bármilyen rossz indulattal vélekedni ezekről a dolgokról, a közfoglalkoztatásról, ez szerintem nagyon jó dolog. Nyilván van mindig javítani való, hogyan tudjunk olyan munkát adni a dolgozóknak, hogy az hasznos is legyen, és most itt nem a Start programokra gondolok, hiszen az a mezőgazdaság, a tésztagyártás, meg egyéb Start programok, azok ugye nagyon úgymond a bejáratott dolgok, tehát ott azért nagyon megy a munka, hanem van az általános közfoglalkoztatás, amikor látjuk, hogy itt kint az utcán dolgoznak az emberek, és próbálunk olyan munkát adni, ami hasznos. Most jelenleg azt hiszem, hogy faültetés folyik a városban, tehát abba is besegítenek, illetve nem is csak, hogy besegítenek, hanem ők végzik el a munkát. Hasonlóan vélekedik a püspökladányi programról Dombi Imréné polgármesterasszony is. Úgy gondolja, sikeres a közmunkaprogram, hiszen az eltelt évek alatt több ezer ember számára biztosított munkát az önkormányzat a különféle szegmensekben. A közmunkaprogram csökkenti a munkanélküliek arányát és elősegíti a város gazdasági fellendülését is.
Összeállította az önkormányzat a 2015-ös startmintaprogramot, és ezzel is indult az elmúlt időszakban. Azt gondolom, hogy az a fejlődés, ami ebben a folyamatban látható, az ebben az évben tovább mutatja majd a fejlődési lehetőségeket, hiszen ennek a startmintaprogramnak az a célkitűzése, hogy minden egyes évben új elemekkel bővüljön ez a fajta foglalkoztatás. Én azt gondolom, hogy annak idején, amikor elkezdtük ezt a startmintaprogramot, mindannyian nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy hogyan is induljunk el ebben. Egy hektáron kezdtünk a startprogramon belül a mezőgazdasági programban, és mára már ez 10 hektáron történik. Azt hiszem, hogy sikerült úgy kiegészíteni vagy összeállítani ezt a programot, hogy nem csak tésztakészítéssel foglalkozunk, hiszen a tojást azt nem lehet kiszámítani, hogy mikor mennyi érkezik be az üzembe, ezért ugye az elmúlt évben már cirkot is termesztünk a földeken, és amikor nem tudják a tésztát készíteni a hölgyek, akkor seprűkötéssel is tudnak foglalkozni, ami ebben az évben is ugyanígy fog folytatódni. Az értékteremtő programunkban is próbálkoztunk egy újfajta lehetőséggel, mégpedig műhelyeknek a létrehozásával. Mivel az önkormányzatunk az intézményeinknél, tehát az iskoláinknál működtetői feladatokat is ellátnak. Innen jött az ötlet, hogy egy asztalos műhelyet alakítsunk ki, ahol fel tudjuk majd mérni azokat a munkálatokat, amelyeket az iskolákban el fognak tudni végezni ebben az asztalos műhelyben. Itt gondolok például olyan dolgokra, hogy a székeknek, asztaloknak a helyreállítása, ami évközben megsérül, illetve nem titkolt szándékunk az sem, hogy egy olyan utcanév táblákat készítsenek az itt lévő dolgozók, amelyek egységesek lennének itt Püspökladányban. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy egy másik fajta műhely is elindul. Ez a varró műhely kis létszámmal, itt is az iskolákba szeretnénk besegíteni függönyöket, asztalterítőket, illetve különböző bábokat készíteni, babzsákokat, amiket a gyerekek az iskolában tudnak hasznosítani. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentősége van, hiszen dolgozhatnak ezek a püspökladányi emberek, szakmájukban dolgozhatnak, és mindenképpen, mint ahogy a programban is benne van, értéket teremtenek. Tehát értékteremtéssel tudnak foglalkozni, és azt hiszem, hogy az elmúlt évben is lehetett azt látni, hogy milyen értékteremtés folyt itt Püspökladányban. Tehát a megtermelt javak a közösség asztalára kerülnek, hiszen bekerülnek a mezőgazdasági termékek az iskolákba, óvodákba, és a püspökladányi gyermekek tudják elfogyasztani. Ezzel az új programmal, amiben most indulunk, természetesen most még csak kezdjük, de én azt hiszem, hogy úgy ki fogjuk ezt is fejleszteni, mint ahogy a többi eddig elindított programunkat. Polgármester asszony továbbá elmondta, a városunk több alkalommal részesült szakmai elismerésben a sikeres közfoglalkoztatási programért. Minisztériumi ellenőrzés keretében számos alkalommal voltak elégedettek az ellenőrök a városunkban zajló mintaprogrammal és a dokumentumok vezetésével is.